Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Szolnok Sport, a Szolnok Televízió hetente jelentkező sportmagazinja. Nem sikerült jól a bemutatkozás, a Szolnoki Olajbányász kosárlabda csapata a bajnoki nyitányon az Alba Fehérvár együttesét fogadta a városi sportcsarnokban. A találkozón a biztosabb kézzel dobó látogatók győztek, méghozzá 80-100-ra. A két jelentősen átalakított csapat meccsét a látogatók kezdték jobban, akik Gájton és Csupkovics kosaraival gyorsan elléptek a Szolnoktól. 4-11-et mutatott az eredményjelző. Utána Kenneth Smith talált be távolról, ami elindította a házigazdát a felzárkózás útján. Krisztics és Smith újabb triplája után pedig már egál volt 18-18. Ekkor viszont az Alba tudott újítani, de Tucker egy távolival látótávolságon belül tartotta a mieinket. Az első negyed 23-26-tal ért véget. A folytatásban viszont nem ment támadásban a piros-feketéknek, ráadásul a védekezés is hagyott kívánnivalót maga után. Ezt pedig könyörtelenül kihasználták az Alba biztos kézzel dobó játékosai. Amikor Gájton triplát dobott, már 17 pont volt az előnyük. 28-45-nél kért időt Dragan Aleksics 2 perc 44 másodperccel a negyed vége előtt. Ekkor 2-17-et futott az Alba. A végén Tucker volt pont erős az Olajbányásznál, de az Alba is betalált, így a félidőben 49-33-ra vezetett a látogató. A fehérváriak 62,1%-kal dobtak a mezőnyből és 58,3%-kal a tripla vonalon túlról, szemben a Szolnok 44,4 és 41,7%-ával. A térfélcsere után is tartotta előnyét az Alba, a mieink védekezése továbbra sem állt helyre, így hiába volt a támadás hasonló szinten, mint az ellenfélé, érdemben nem csökkent a különbség, sőt, 2 ponttal nőtt, így az utolsó felvonás 57-75-ről indult. A negyedik negyed pedig szinte ugyanolyan volt, mint a harmadik, az Olajbányász nem tudott jelentősen faragni a hátrányán, ráadásul a végére megint nőtt a különbség. Az Alba megdobta a 100 pontot, míg a házigazda 80-ig jutott. Az Olajbányász legközelebb szombaton a szintén vereséggel rajtoló Jászberényt fogadja. Vasárnap a szolnoki MÁV FC azt a Budaörsöt fogadta, mely a forduló előtt 1 ponttal megelőzte a tiszapartiakat. Az első félidőben csak kimaradt lehetőségeket láthattak a szurkolók, a másodikban viszont 2 gólt is. Mind a kettőt a mieink szerezték, begyűjtöttek ki a 3 pontot, így előztek is. Mindkét csapat nagy iramban kezdte a mérkőzést, ám a helyzetek számában ez nem mutatkozott meg. Az első 20-25 percben mindkét fél egyszer-egyszer veszélyeztette a kapukat, de gól egyik lehetőségből sem született. Előbb a hazai csapat egy szabadrúgásból, utóbb a vendég gárda egy szöglet kombináció után. Míg a MÁV támadásai sorra lesen akadtak meg, addig a Budaörs az utolsó percekben többször is közel járt a gólhoz, de a kaput továbbra sem tudták eltalálni. Az utolsó percben Pető Bence János sérült meg a vendégeknél. Ő már nem is jött ki a második 45 percre, a fél időre 0-0-val vonultak a gárdák pihenni. A fordulás után mind a két fél több helyzetet is elpuskázott, majd a 72. percben megtört a jég. Roxin Ádám adott be szögletet a jobb oldalról, a beívelésre Szabó érkezett, aki senkitől sem zavartatva a kapuba bólintott. 1-0. 12 perccel később újra Roxin állt a labda mögé, újfent jobboldali szöglet, ezúttal Kovács Olivér fejét találta meg, 2-0. Ezzel pedig el is dőlt a mérkőzés, a tiszapartiak begyűjtötték a 3 pontot. Nem kaptam meg az irányvonalat a szövetségtől, hogy miket lehet nyilatkozni, csak a saját gondolataimat mondhatnám el, abból meg baj lesz, és tulajdonképpen a sokba is kerül nekem. Azt gondolom, hogy nem egy látványos mérkőzést játszottunk, legfőképp az első fél idő. Nagyon taktikus volt szerintem az elején mindkét csapat, aztán úgy éreztem az első félidő második felében a Budaörs fölénk kerekedett játékban is, ott egy picit nem éreztük, eltolódtunk a középpályán, nem értettem az okát, de a lényeg az, hogy sajnos ránk erőltették az akaratukat. Szünetben ezt nagyjából rendeztük, a második félidőben egy ilyen nagyobb iramú mérkőzést sikerült játszani, amiben két végre már nem mi kaptuk pontrugásból a gólokat, hanem mi rúgtuk, és ez győzelmet is jelentett, most már második bajnoki mérkőzésen nem kapunk gólt, és ezt győztesen adjuk el a pályát, éppen ezért nagyon fontos győzelmet adottunk. Én azt gondolom, de egy nagyon szoros kiki meccs volt, tehát láttam a Budaörs csapatát, többször is megnéztük, és nagyon őszinte jó futballt játszottak idáig is, most is. Sok sikert kívánok a jövőben is, biztos vagyok benne, hogy Gyuri, hogy a
elmúlt években is összerakta ezt a csapatot, azt az idén is meg fogja csinálni. Ezzel a győzelemmel a MÁV FC feljött a 16. helyre, a Budaörs pedig 18. A Szolnoki Dózsa férfi vízilabda csapata idegenben Tatabányán csobbant medencébe. A 4 gólig jutó Gavril Subotić vezetésével pedig 11-8-ra győztek. Közben pedig a mai napon a Magyar Vízilabda Szövetségben kisorsolták a Magyar Kupa negyeddöntőit, a Szolnok az Egerrel találkozik majd a 4 közé jutásért. Átadták a B. Nagy Pál sportcsarnokot. Az 1970-es években épült létesítményben hőszigetelték a tetőt és a homlokzatot, felújították az elektromos, valamint a víz, szennyvíz és csatorna rendszert, a küzdőteret, kicserélték a nyílászárókat, illetve egy teljesen új épületrésszel bővítették. A beruházás 346 millió forintba került. A vívók és a kosárlabdázók a csarnokot már meg is kapták. Jó napot kívánok! Ha most kellően sportosan vagány, bátor, bevállalós lennék, akkor röviden csak annyit mondanék, mint ahogy valószínűleg a 68-as olimpiai bajnoki cím megszerzésekor az a párbajtőr férfi csapat mondott, hogy Pali bácsi, megcsináltuk, megcsináltuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, itt vannak velünk a B. Nagy Pál sportcsarnok ünnepélyes átadásán. Az ünnepi köszöntő egy részében sok név elhangzik majd a köszöntőkor, illetve a köszönő oklevelek átadásakor. Mégis engedjék meg, hogy most megkülönböztetett tisztelettel külön köszöntsem B. Nagy Pál olimpiai bajnokot, Szolnok díszpolgárát. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum igazgatója az átadó ünnepséget. Az eseményen beszédet mondott Szalai Ferenc polgármester, aki a városrészt érintő fejlesztésekről és a sport, valamint az egészséges életmód fontosságáról beszélt. És az a fejlesztés, ez nem csak ez a tornaterem, nem csak ez a kosárlabdaterem, nem csak ez a régi vívóterem, nem csak az új vívócsarnok, még csak nem is csak egy fürdő és egy strand, és még csak nem is egy atlétika pálya, hanem egy város rehabilitációs program. Egy olyan program, ami a Vésé utat és térségét egészen más arculattal ruházza föl, mint ami eddig volt. Itt ebben a városrészben, túl a sportlétesítményeken, olyan csatorna beruházás, olyan csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, egy új buszjárat ide vezetése, egy új nagy parkolórendszer kialakítása várható, ami, és akkor mellé még az úthálózat felújítása és fejlesztése, ami azt mondja és mutatja, hogy a Vési út és térsége a városnak egy gyönyörűséges, majdnem hogy új részévé válik. És akkor visszafelé. Autóbusz fog érkezni ide a piros-kék elé, vagy kék-fehér, kinek mi. Az itteni parkot és teret egy busz fordulónak fogjuk kialakítani, azért, hogy a gyerekek ide edzésre úgy jöhessenek, hogy teljes biztonságban érezhessék magukat, és a szülők is azt tudják mondani, hogy nem kell a gyerekeknek ide bandukolni a József Attila utcáról, meg este vissza, hanem ide jöhessenek az autóbusszal. Mellette a régi vörös alakos pályán egy nagy parkoló fog épülni. Ez a parkoló, nem tudom, 200 autót fog körülbelül befogadni, és a buszjárattal együtt azt a célt is szolgálni fogja, hogy a fürdőbe, a strandra úgy lehessen jönni, ahogy a legkényelmesebb. A piros-kék, kék-fehér teljes felújítás alá kerül, étterem, söröző, ami eddig volt benne, most is lesz, szálláshelyek lesznek benne. Megépül mögötte a csarnok mellett az új strand és strandfürdő, amely megőrzi a régi arculatát, de vadonatúj lesz. Mindenféle új szolgáltatással, ami még nem volt benne, egy csúszda. Én nagyon bízom benne, hogy még ebben az évben a strandfürdőt akár használni is lesz, lehet a műszaki átadása egészen biztos meg fog történni. Az atlétika pálya fejlesztése is halad tovább. Ha az ember néha azt gondolja, hogy hátba vágták egy baltával, na az atlétika pálya építése ez. Aki elvállalta, az visszamondta. A visszamondás után újra kellett kezdeni a közbeszerzési folyamatot, új forrásokat kellett rá szerezni. Most már megvan minden, az új közbeszerzés lezajlott, és újraindulhat az atlétika pálya építése. Nagyon bízom benne, hogy jövő tavaszra az is készen lesz. Csak nem csak a tégla meg a malter a fontos ebben az egészben, hanem az,
hogy olyan körülményeket tudunk teremteni, amely tényleg a 21. századhoz méltó körülmény, és olyan körülményeket, amelyeket a gyerekek nagyon-nagyon komolyan tudnak használni. Elhangzott, hogy nem kell mindenkinek olimpiai bajnoknak lenni, valóban nem kell mindenkinek olimpiai bajnoknak lenni, de a lehetőséget meg kell adni minden gyereknek ahhoz, hogy egészségben nőjön föl. Az előző években jelentős fejlődést ért el a fiatalok sportja. Az utánpótlás nevelés területén a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. A szakmai programokon túl a sportlétesítmény infrastruktúra fejlesztésében is komoly előrelépések történtek, melyek mind a tehetséggondozást, a fiatalok sportját, az egészséges életmódot segítik, mondta Rózsa József igazgató. A munkálatok során hőszigetelték a tetőt és a homlokzatot, felújították az elektromos, valamint víz és csatornarendszert, kicserélték a nyílászárókat. Megújult a küzdőtér is, a csarnokot egy új épületrésszel bővítették, melyben vívópálya, irodák, öltözők, szertárak kaptak helyet. A B. Nagy Pál sportcsarnok felújítása és bővítése 346 millió forintba került. 20 évvel ezelőtt elsőként az országban vezettük be a mindennapos testnevelés órát. Több mint 25 évvel ezelőtt a közoktatási rendszer keretében kötelező szervezett formában az első és második osztályos tanulók számára a kötelező úszásoktatást szervezte meg és biztosította a város. A szolnoki testnevelési felmérőrendszerből is országos program lett. Hát most a Vési úti sportközpont beruházással is, én megkockáztatom, legalább dobogós helyen vagyunk. Az összetettségét tekintve minden bizonnyal, ezt úgy érezzük néhányan. És még ez az egy elem, ami most első ütemben nagy örömmel elkészült, a B. Nagy Pál sportcsarnok felújítása, még ez is összetett, hiszen egy részét a Magyar Vívószövetség állami támogatásából valósítottuk meg beruházó Szolnok megyéjváros önkormányzata, a csarnok építkezés másik részében pedig a TAO forrás keretében beruházó a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Így épült meg. Még mondja valaki, hogy nem a sportban van a legnagyobb összetartó kohézió erő, mert itt aztán rá vagyunk készenítve. Hogy említettem, a Vívószövetség kiemelt állami támogatást biztosított. Az eseményen részt vett Somlai Béla, a Magyar Vívószövetség szakmai alelnöke is. A szövetség több mint 100 millió forinttal támogatta a beruházást. Szolnok város egy nagyon sportkedvelő város. Sportkedvelők a vezetői, sportkedvelők és kellő szeretettel fordulnak a lakosok is ehhez a sportákhoz, illetőleg egyáltalán a sporthoz. Kiemelkedő szakosztályai vannak, kiemelkedő sportágai, elsősorban természetesen a csapatsportágak, de hát az is jellemző Magyarországra, hogy ahhoz, hogy ilyen kiemelkedő csapatsportága legyen egy-egy városnak, ahhoz ilyen kohéziós erő, ilyen millió, ilyen lokálpatriotizmus kell, hogy ilyen támogatással tudjanak a szakosztályok mögé állni, mint egy vízilabda, mint egy kosárlabda mögé. De remélem, hogy az egyéni sportágaknak is lesz ilyen támogatottsága, hogy itt a sorokat végignézem, egykori régi nagy vívók, jeles vívók foglalnak helyet elsősorban, akiről aztán ez a sportcsarnok is el lesz nevezve, az olimpiai bajnok B. Nagy Pál úrról, aki tulajdonképpen a város és a klub hűségéről is érdemes megemlíteni, és nevezetes. Ma már nem divat, hogy valaki ilyen hűségesen tartson ki annál a klubnál, vagy annál az edzőnél, akinél elkezdte ezt a munkát, de reméljük, hogy azért egy olyan példa, egy olyan élő példa a mai napjainkban is az ifjúságnak, hogy követésre méltó. Az ő olimpiai bajnoki címén kívül azért még a későbbiek folyamán is szereztek komoly eredményeket a vívók. Az én szívemhez egy nagyon kicsivel közelebb áll a kardvívás, mint a párbajtörvívás. Én a kardvívással foglalkozom, de egyébként azért mindegy másik sport vagy fegyvernemmel is. Innen ebből a városból származott Köves Csaba is itt bontogatta a szárnyait, és végül is az egy kétszeres világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes lett csapatban. De Szelei István, Orosz Gyula, több olyan vívó van, aki a mai napjainkhoz még egy kicsit közelebb állt, és komoly olimpiai érmeket szereztek, világbajnoki érmeket szereztek, de itt sok egykori régi,
most már egy kicsit deresedő hajó vívó is foglal helyet, aki a magyar vívásban, párbajtörvívásban, törvívásban nagyon jelentős eredményeket érte férfi és női vonalon egyaránt, úgyhogy mindenkit szeretettel és tisztelettel üdvözlök. Tulajdonképpen mögöttem pedig, idáig csak azokról szóltam, akik velem szemben ülnek, mögöttem pedig a jövő reménységei ülnek, és egyúttal azt is mutatják, hogy milyen a sportnak, milyen nagyszerű ereje van, és milyen fontos szerepet tölt be az emberré válásban. Ahogy végtekintek a sportolókon, csak azért nem akarok forgulódni, mert nem tudok a mikrofonba beszélni. Talán azt megállapíthatjuk, hogy mindenkiből valószínűleg nem lesz olimpiai bajnok, de a sport az egy olyan jellemformáló, embert formáló tulajdonságokkal rendelkezik, amit az ember a sportág vagy a sportolás befejezése után az egész életet során hasznosítani tud. A szalagot a város vezetői és a Magyar Vívó Szövetség szakmai alelnöke vágta át. Az ünnepség a sportolók bemutatójával zárult. Sportkavalkád egy napon keresztül, immár 9. alkalommal invitálta mozogni a szolnokiakat a Családi Egészségnap. A mozgás szerelmesei csaknem 15 edzés közül választhattak. A Dipfors sem maradt ki a Családi Egészségnap idei repertoáriából, a nyújtás után pedig már a következő edzés résztvevői vették birtokba a nagy színpad előtti területet. Az idei év egyik legnépszerűbb órájának a gymstick bizonyult. Egy kombi edzéssel készültem, az óra elején be fogunk melegíteni, utána egy loop és gymstick kombinációval fogjuk a mézmokat átdolgozni, a végén pedig egy 17-20 perces körülbelül kardiót fogok csinálni, úgyhogy a tőlem megszokott kombi órára számíthatnak a résztvevők. Ha észre csinálja az ember a sportot és figyelembe veszi a saját kis korlátait, és szépen felépítve, fokozatosan építi fel az edzés koncepcióját, akkor csak pozitív eredményekről tudok beszámolni. Tehát minél jobb a szervezetnek a keringése, annál jobb a regenerációja, nyilván az izomtónus javul, kevésbé fognak fájni az izületek, úgyhogy tudom javasolni minden korosztálynak, hogy válassza ki a neki korának, egészségi állapotának megfelelő legjobb mozgásformát, és kezdje el, sose késő elkezdeni a sportot. A gymstick olyan, mint egy súlyzórút, melynek végéhez két gumikötél illeszkedik, ezzel a kezek és a lábak között állandó változó erőteret hoz létre. A mozgásforma egyedülálló módon sokoldalú képességfejlesztést tesz lehetővé, erőfejlesztés, állóképességfejlesztés, izomtónus fokozás, izület és gerincstabilizálás, egyensúly és koordináció fejlesztés történik minden egyes edzésen. Nem véletlen, hogy sokan már az első alkalommal beleszeretnek. Több mint egy éve, mert megtetszett nagyon, és úgy gondolom, hogy ez a legjobb mozgásforma. Tehát teljesen átmozgat, én nagyon szeretem. Próbáltam igen, két edzésformát is, de ezt tetszett meg a legjobban. Voltam szűréseken is, illetve masszáson is részt vettem. Az edzés volt, aki először próbálta ki, de a legtöbben már visszatérőként érkeztek Cserbabe órájára. Eléggé kemény, nagyon sok a kardió benne, mint elmondta az óra elején is. Volt egy időszak, mikor rendszeresen jártam az órájára, ott is nagyon strapabírónak kell lenni ahhoz, hogy végig tud csinálni a feladatait. Az órán mérte a pulzus számomat, úgyhogy volt egy alkalom, amikor jelzett is, hogy lassan vissza kell venni, mert nem lehet ezt bírni. A foglalkozások a csarnok emeletén is várták az érdeklődőket. A kis teremben totyogó tornát, fingcsuk, kungfut és retro tréninget kínáltak a mozogni vágyóknak. Nagyon jó volt. Én már járok 13 éve körülbelül Zsuzsához, úgyhogy én nekem nem ismeretlen ez a dolog. Igen, miket mozgat meg? Hát szerintem nagyon sok mindent. Jó az izomzatnak, jó a léleknek, mindennek jó. A hétvégén a meditáció és a jóga szerelmeseit is várták. A mai alkalommal 6-ha jóga óra lesz. Ki az, aki rendszeresen jogázik, vagy már jogázott közöttetek? Hát akkor nagyon sokan. A hatha jóga az egyik legismertebb jóga irányzat. Az órások esetben tartalmazzák a különböző légzéstechnikák elsajátítását, relaxációt, meditációt, esetleg mantrázást. A Családi Egészségnap ez alkalommal is népszerű volt a szolnokiak körében, ami annak is köszönhető, hogy mindenki megtalálhatta kedvenc edzés formáját. Kiélezett meccset hozott a kosárlabda Semix Kupa, Bakos Róbert emléktorna döntője. A fináléban a Szolnoki Egyesült Királyság és a Szolnoki Kosárlabda Akadémia U50-es csapata nézett farkas szemet egymással.
A két csapat nagy lendülettel és pont erősen kezdte a Semix kupa döntőjét. Ezt a bajnokságot megelőző tornát már másodjára rendezte meg a megyei szövetség, ami remek felkészülést jelent minden csapatnak a bajnokság kezdete előtt. Az első negyedben kosárra kosár esett, bentről és kintről is jól céloztak a csapatok. A feketemezes 50 éven aluliak egy picit jobban, így 2 ponttal megnyerték az első negyedet, 22-20-ra vezettek. A folytatásban sem engedték el egymást a csapatok, szoros volt a találkozó, de a nagy szünetre fordult a kocka. Bár a legminimálisabbal, de a szek mehetett előnnyel az öltözőbe, 39-38 állt a táblán. A térfélcsere sem hozott különösebb fordulatot, bár a narancsmezesek tovább tudták növelni előnyüket, az mégsem tűnt behozhatatlannak, hiszen az utolsó 10 perc előtt mindössze 5 pont volt az U50 hátránya. A negyedik negyedben ezt pedig le is dolgozták, megfordították a meccset, és 81-75-re győztek, ezzel elhódították a Semix kupát. Tavalyhoz képest több együttes nevezett a bajnokságba, és elnézve a csapatok összeállítását, úgy vélem, hogy sokkal erősebb lesz ez a szezon, mint a tavalyi. Úgyhogy 12 csapattal fogunk nekivágni a bajnokságnak, és ahogy én látom és gondolom, hát az élboly nagyon szoros lesz, úgyhogy mindenképpen színvonalas szezon elé nézünk. Nekünk ez egy megtisztelő lehetőség, hogy továbbra is tudjuk támogatni, meg hosszú távon tervezünk egyébként így ebben a gondolatban. Tevékenység körünkből adódóan, ugye mi is támogatjuk az egészségmegőrzés és a tisztességes versenyt, ezáltal mi is azt gondoljuk, itt a lehetőség, hogy példát mutatva is, akár a más nagyobb cégeknek is, hogy egy ilyen eseményt, egy ilyen versenysorozatot támogatni tudjunk. A bronzérmet pedig a szolnoki Baglyok csapata gyűjtötte be, akik a harmadik helyért a Szolnoki Olaj U23-mal győzték le 96-80-ra. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Szolnok Sportba, én már a valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A Szolnok Sportot támogatta a Stadler Trains Magyarország Kft.